miután telepítettük a fiókot, hát most már itt vagyok az Outlookban, és van egy fiókom, egy freemail-es fiókom, és kinyitottam ezt a bizonyos M744 fájlt, amelyben ezt az üzenetet találtam, akkor most meg tudom oldani a feladatokat. Annyit szeretnék még elmondani, hogy mi most weblog készítéssel foglalkozó oktató videót látunk, mégis ez most a levelezés és a böngészés területére karandoz. Azért vettem bele ezen információkat, ismeretanyagokat ebbe az oktató videóba, mert úgy gondoltam, hogy itt van a helyük, ez áll a legközelebb hozzájuk, ez a modul, ez a terület. Egyébként is az ECDL moduljai között az M7-es, tehát a 7-es modul ezzel foglalkozik, a 9-es modul foglalkozik kifejezetten a weblap szerkesztéssel, amiből szintén fogunk feladatokat most megoldani, és a kettő együtt ad egy egységet. Megtettem volna azt is, hogy a IT alapismeretek tananyag részbe helyezem el ezt a információ tartalmat, ezt az ismeretanyagot, de én inkább úgy döntöttem, hogy ezt választom. Jó, hát akkor nézzük, hogy mit kell csinálni. Tárgyunk M744, jelölje meg a levelet, a levél megjelölése történik. Ugye a jelölésről tanultuk, hogy ez a két lehetőségem van. Azt mondom, hogy elintézendő, és nézzük a másikat, hogy a prioritás van még, amely szintén megjelölhető itt, de annak nincsen magyar, igen. Jó, hát mondjuk megjelölöm így. Nem mondták, hogy milyen módon jelöljem meg, úgyhogy ez tökéletes lesz, hogy egy héten belül kell erre reagálnom. Második feladat, a levélhez tartozik egy fáj melléklet. Nyomtassa ki a mellékletet. Őróla van szó. Ezt a mellékletet én most kinyitom, és ki fogom nyomtatni. Ugye tudjuk, hogy nekem alapértelmezettem PDF nyomtató van beállítva, tehát nem papírra fogja küldeni, hanem egy PDF állományba fogja küldeni nyomtatás során a gép ezt a szöveget. Itt láthatjuk, hogy Foxit PDF printer, és akkor ebbe fogja tenni. Én megoldások közé fogom elhelyezni ezt az új példatár megoldásai közé fogom elhelyezni, MNG PDF, így, és ez létre fog így jönni, és ki is fog jönni, így néz ki, kinyomtatva. Rendben, akkor ez megvan. Következő feladat, készítsen elő egy válaszlevelet a következők szerint. A levélben adja meg egy mondatban az internetes etikett kifejezés jelentését. Most én itt ugye választ szeretnék küldeni, nem látom ám azt, hogy ki volt a feladó. A beállításokban megnyomom azt, hogy lássam, hogy ki volt a feladó. Most már ez így megvan. És akkor ugye választ kellene küldenem. És a választ lány megkapja. Tulajdonságok választ megkapja. Még szeretnék ugye a válaszon kívül egy másolatot küldeni ennek a személynek, a leírás szerint, aki itt szerepel. Engedjék meg, hogy ehelyett én most ez úgyis egy fiktív levél, csak magamnak küldjek másolatot. Tehát így lesz a másolatot kapó. Igen, és akkor csatolnunk kell a válaszlevélhez egy állományt. Ez a 7txt, ezt ki
két csatolmány van, jó, és majd a elküldendő levelet mentenünk kell egy adott helyre, és aztán el kell küldenünk a levelet. Azt mondom, hogy mentés másként, ezt a levelet mentsük le. Megint csak a megoldásba fogom menteni. De már is bezárom, és akkor így már rendben van. Tehát így most már minden rendben van, elmentettem, beállítottam, ellenőrzöm, hogy mindent megcsináltam, ja még azt, hogy egy mondatban meg kell adni, hogy mi az a etikett, az internetes etikett. Az etikettnek a internetes netes megfelelője a netikett, mely leírja, francia eredetű, mely leírja, hogy az egyes internetes kapcsolatoknál milyen szituációban hogyan helyes viselkednünk, mit tehetünk, ha valaki megsérti a netes közösségi szabályokat, hogyan tudjuk mindezt kezelni, minden résztvevő megelégedésére. Én azt gondolom, hogy ilyen formában ezután kellett volna menteni, most újra mentem, azt mondom neki, hogy mentés, most akkor ugyanoda fogja menteni. Ezután kell elküldenem a levelet, és ugye válaszként kell elküldenem, tehát küldjem el. Elküldtem, és akkor ezzel az meg vagyunk. Ha live mail klienset akarom használni, akkor egy kis előfiókot kell létrehoznom, amennyiben nincsen. Látható, hogy a live mail együtt működik a legfontosabb e-mail szolgáltatókkal, internetes e-mail szolgáltatókkal, és ha itt is én kézi konfigurálást akarok, akkor itt tudom megmondani, hogy hogyan történjen ez a beállítás. Az ezután megjelenő felület teljesen hasonló ahhoz, mint amit az előzőekben láttunk, látható volt. Én azt mondom, hogy ő azt észrevette, hogy a levélszemét érkezett, és ezt a levélszeméttel mi csináljunk. Igen, én ezzel nem akarok most, azt mondom, hogy törlés, nem akarok a levél szeméttel foglalkozni, és akkor ilyen módon ez mind-mind. Jó, én egyetlen levélre vagyok most kíváncsi, erre a bizonyos levélre, és itt ezen a levélen, ugye amit láttunk is, még a memóriában talán benne van a netiket fogalma, benne is van, ezt ide elhelyezem, hogy a csatolt fájlként kell egy állományt mellé csatolnom. Az, majd mindjárt találjuk, igen. Ez a 7T, római 7T, XT, ezt kell még csatolnom hozzá, most már
két csatolt állomány van benne, meg kell jelölni, mondjuk nagyon fontosra fogom jelölni, megjelöltem, akkor mi volt még a feladat, másolatot kap és titkos másolat, ma mezők megjelölése, és hát válaszolnom kell, csak hát ugye nem, nincsen. Nézzük meg, hogy van-e névjegy album, nincsen, tehát onnan nem tudok nevet kiválasztani, úgyhogy én most ide magamat fogom fölírni újra, ahogy az előbb tettem, magamnak fogom visszaküldeni ezt a levelet. Jó, a másolat ide kellene ezt az mnginfo.hu-t beírni, de engedjék meg, hogy ezt ne tegyem meg. Egyébként minden ugyanaz, mint az előzőben. Nagyon hasonlítanak egymáshoz. Küldésre elküldtem. És végül a harmadik, a Mozilla Firefox, lehet látni nekem ez az alapértelmezett levelező rendszerem. Ezt behívom. Mozilla, bocsánat, Thunderbird, nem Firefox. Firefox az a böngésző, ez pedig a levelező. És itt egyből adja nekem a levelet, amit szeretnék. Beállok az aljára, és ugye ez nagyon szépen látszik, hogy továbbítás gomb is van. Nagyon kulturált a program. Megmutatta nekem, és itt megjelenik a forward, megmutatta nekem a melléklet tartalmát, ide beillesztem az etiketnek a fogalmát, akkor ugye feladó, akkor a válasz, neki fog menni, másolatot kapó, ki legyen, itt meg fog jelni, hogy másolat, vagy titkos másolat, másolat. Igen, magamat fölismeri természetesen, kell még egy melléklet. És még annyit szeretnék egyébként róla mondani, hogy a fiókok létrehozása is jóval könnyebb ebben a rendszerben, mert ő automatikusan fölismeri a fiókok beállításait és leteszteli. A többi is, tehát például láttuk, hogy erre volt lehetőség az Outlookban is, de az én véleményem szerint ez nem annyira fejlett. Fejlesztik folyamatosan. Én nekem szimpatikusabb, másrészt ez egy ingyenes rendszer, úgyhogy én ajánlom mindenkinek a használatát. Akkor innen folytatjuk.